Igen, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Ó, speciálban, ma reggel speciálban? Igen, speciálban korán reggel. Ó, hát megérkezett az egész család, megtisztelve érezzük magunkat. Hát feleség, gyermek, mindenki, rokonságból, zenésztársak, hát itt komplett felvonulás. Igen, Robi igen, igen, igen. Mindenki itt van. Na mi a helyzet, korán keltetek? Hát Kaposvár, ugye? Igen, Kaposvárról jöttünk, de itt szállodoztunk Budapesten. De jó megy Budapesten. Igen, Budapesten is feltámadt a szél. Figyelj, nem hiszed el, hogy mennyi kívánság van. Tehát itt már egyszer lelettünk szólva, hogy mi az, hogy mi témázunk. Már valaki megvádolt bennünket azért, csak húzzuk az időt nekik, közben dolgozni kell, ahelyett, hogy már muzsikálnánk. Hát itt tele vagy kívánságokkal. Hát figyelj, csináljunk. Ez a buliba hogy megy? Tényleg így oda mennek hozzád, mondják, hogy figyelj, küldenem a feleségemnek, aki nem tudom, felrakta a 14-esre, és hogy vigye el a kánya, és akkor ez így abban a pillanatban nyomod? Igen, persze, spontán, ami jön. De spontán, és utána maga a dal, az már egy írott dal, vagy akkor az egész történet, amit kerítesz belőle, az csak úgy jön? Vagy az eleje a spontán improvizatív rész, és utána a dal? És akkor igen, aha. Memória. Memóriában nyomod. Hogy vetted ezt észre, ezt a nagy tulajdonságodat? Hogy egyszer csak azt mondták, hogy figyelj, énekelj már egy dalt a Lacinak, és akkor jött belőled? Nem tudom, jött. Mondjuk a zsenialitást nem kell magyarázni. Hát, nem tudod megmondani. Én vagyok a hülye. Hát Ronaldónak se tudod megmondani, Messinek se. Hát nekem se tudod, neked senki nem tudja, hogy miért vagyunk a jók. Hát egyszer jók vagyunk, nem Robi? Hát ez adottság. Igen, hát igen. Robinak már most visszhangzik a mikrofonja írtam. Igen. Kérdeztem is, hogy nem hoztátok, de akkor neked a hangodban van a visszhang, öcsém. Bizonyám. Ben van. 16 éve már ben van. 16 éve nyomjátok? Igen. Na, speciálban akkor tudunk zenélni? Meg vagyunk? Uh-huh. Kérdezem a kollégákat. Ricsi, meg vagy? Ricsi kém, ott hátul. Yeah. Rögtön egy kívánságot teljesítesz, vagy pedig egy nagy klasszikus. Nem, most ne haragudjatok a Balázsnak. Hát az első dalocska, azért legyen az enyém. Az első és az utolsó, utána nem veszük el a hallgatóktól, de hát azért az első dalocskát azért azt szeretném én megkapni. Mégiscsak azért holnap szülőnapom van, hát és azért Robi azért van itt, hogy ünnepeljük. Ja, akkor speciál ezt a számot szeretném küldeni. Várj, még szólunk, minden oké? Okay? Jó? A billentyűt nézd meg. Nyomjál valamit? Igen. Ez atmoszférában vagy pulton van nekünk ez a hang? Egyelőre még csak azért, mert én atmoszférában hallom. Nem, most jött meg. Ott van, ez már pulton van. Ad még egy kicsit alá, csak igen, neked. Hát a Balázs ki van. Micsoda virtuóz játék, nagyon jó. Na jó van, Robikám, hát akkor egyet nekem speciálban. Igen. Jó? Akkor ezt a számot szeretném küldeni speciál a Balázsnak szülinapja alkalmából. Fogadja nagyon-nagyon sok szeretettel, és kíván neki előtt egészséget, jó szeretett, boldogságot. Legyi szerencsés egy életen át. Hát te 20 000-esből bizony Isten sokban, de a sokban, de a Balázsból csak egy van. Azt az egyet értsétek már meg, olyan, mint a Balázs nem született meg. 20 000-esekkel tele Józsefe, te nem bír vele senki sem. Azt az egyet értsétek már meg, olyan, mint a Balázs nem született meg. 20 000-esekkel tele Józsefe, te nem bír vele senki sem. Zsadé, hozzad Balázs, gyere, biztosuk egy kicsit. Most a Balázsnak milyen jó? Nagyon. Megkapta a szülinapjára a zenét, te jó mellett. Ha,
van, te van, mert te van, szülinapon lakják, minden van. Már kérd meg is egy kis zakapát. És között a pulton próbáltam keverni a hangodat, meg a szintetizátor, tehát egyszerre több minden. Több minden. Janit alig bírtam visszafogni. Jaj, már majdnem táncolt, láttam. Ugye, és a visszhangeffektet hogy teszed rád? Van egy kis külön effektárad, amit viszel? Igen, az benn van a kocsiba. Benn van a kocsiba. Az olyan, mint a pótkerék, tudod, tartalékét, tehát, hogy mindig. Bármikor csak előveszünk. Igen, csak előveszünk, bedobjunk is, akkor megy a buli ezerrel. Jó van, figyelj, hát tele vagyunk kívánsággal, úgyhogy mindjárt ránézhet az SMS falra, láthatod itt, aztán szerelmek, vállások, elmulatott életek, itt komplet élettörténetek. Másnaposak, akik most szeretnének inni, akik a hétvégére készülnek, úgyhogy itt minden van. Na jó van, hát nagyon drága vagy, így még soha nem köszöntöttek fel, úgyhogy ez igazán szerettem. Tudj, ezért erre a muzsikára lehet igazán ropni. Nekem nagyon sok barátomnak volt hasonló muzsikára esküvője, és mindig ezek voltak a legnagyobb. Jó van, azért kapsz egy névre szóló dalt majd a jövő héten. Igen? Hát hogyne. Csinálsz egy névre szóló dalt? Persze. Ó, speciálba. Perinek, Janinak. Tényleg? Lesz egy saját dalunk? Hát hogyne lennétek be. Tényleg, induló lesz belőle. Most nem akarom, hogy összevesztetek, tudod, hogy most a Balázs kap egy zenét. Legyenek benne ők is, vízhangeffektel legyen, ahogy kell. Igen, hát, hogy az minden. Stúdiós felvétel. Minden legyen meg, így van. Okay. Használhatjuk majd szignálnak? Indulónak, bármikor. Nap 24 órájában, non-stopban, hadd menjen. Jó van, figyelj, Robikám, speciálba két pihenj egy kicsit, jó? Igen? Mi is elmegyünk hírezni, és úgy indítjuk a következő fél órát, hogy kiválasztunk egy üzenetet, egy kívánságot, és szeretnénk, ha nyitnád a fél nyolcat nekünk. Legyen úgy. Jó? Úgyhogy jövő mindjárt 3 perc, pontosan fél nyolc, itt vagyunk a hírek után. Na, egy gyors pisi, egy kis púder. Hát sehova, Robikán, sehova. Hát most akartál elmenni. Így van, hány üzenetet kaptuk, hogy két érdekel egy csiren? Hol van Robi? Hol van a mester? Hát téged akarnak. Itt vagyok. Főrobba. És ott a legendás vízhang. A legendás vízhangot is elővarázsoltuk. Mondjál valamit még, Robikám, csak úgy bármit. Csak úgy mondjál valamit, halljuk a vízhangot. Szia Balázs. Ott van speciálban vízhang. Nagyon jó. Ez a védjegyed. Ez a védjegyed a vízhang. Maradjon ez így, hogy végig szól a vízhang. Na figyelj, mi legyen, egy nagy sláger, egy régi nagy sláger, vagy egy üzenet? Tehát indítsunk most egy slágerrel azért, nem? Én is azt gondolom, hát azért hogy legyen csak egy kaszinó vagy valami, nem? És akkor utána majd jöjjenek az üzenetek. Robikám, hogy látod? Lehet. Na, ott van! Na. Nagyon jó, oké. Na, beadjuk akkor a kis történetet is, jó? De ugyanúgy konferálj meg mindent, tehát azt nem csak a dal, hanem mondja speciálban az egész szöveget, mindent tett hozzá, ahogy van. Jó? Jó? Na, hát akkor figyeljetek. Olyan parancs. Gyerekek, hát akkor... Őrjöngő közönség van. Igen? Már. Igen? Jaj, nagyon sokan vannak. Speciálban, nyomjad, Robikám, nyomjad. Akkor speciálban ez a szám hasznoljon mindenkinek, átorzék, fogadják a Dögös Robitól nagyon-nagyon sok szeretettel. Oké? De mi halljuk. Mi halljuk, ja most te nem hallod. Nem hallod. Jó. Ő nem hallja saját magát. Speciálban. Speciálban nem tudsz magadnak ott hangot rá? Igen, odaadom ezt. Ezen hallod? Persze. Vedd föl. Nincs még egy fülesünk speciálba. Hallod magad? Aha. Jó? Na. Várjatok, nem, most összekevesszük. Hallod magad? Akkor még egyszer, hasznos speciál ez a szám, mindenkinek átorzék. Fogadják nagyon-nagyon sok szeretettel a Dögös Robitól. Legyetek szerencsések! Egyre elmegyek én az asszonnyal kaszinozni. Útközben, de le is ültem dezsugázni. Elnyelték a lovémat ezek a cigányok. A bald elmulatnak télen-nyáron a kocsmába. Mondta jomognikám, hogy tudok ilyen, de rossz lenni. Életemet a kaszinóba kellett tölteni. Megmondta magnikám, hát jó előre, kaszinó lesz másé ennek a vége. Állj, nem hallgattam a sugár feleségemre. Életemet a
szépen. Mégis csak a 43. gyerekek. Hát ezt miért tudjuk meg a módját? Robikám, oda pirítottál. Hát fölrobbant a rádió, komolyan mondom. Figyelj, az SMS fal, a Viber, őrjög mindenki. Nagyon nagy buli van. Köszönöm szépen. Mindent elkövetünk, hogy jó legyen ebbe pár órában. Igen. És ott van az effekt. Az ominózus effekt, ami az első félben a kocsiban lapul. A dögös vízhang. Ugyanígy voltam a Dig TV-ben, ugyanazt adjátok az effektet, a dögös Robi effektet kérjünk. Hát persze. Ez így fog szólni, ameddig te itt vagy és beszélsz, és dalolsz, le se vesszük azt az effektet. Most látod, Balázs, így nem jó. Hallod, Balázs? Ne, hát rajta. Ott van rajta, persze. És így? Nem, igen. Igen, itt vagyok. Libabőrös vagyok, ezt nem hiszem, fantasztikus titeket hallgatni, óriási hangulatot varázsoltatok a reggeli órában. Dögös Robi a legkirályabb ember, a mai napig készülünk egy legény búcsúra, és ha küldhetnénk egy számot, Hólinak speciálba ezzel a szöveggel nagyon megköszönjük, és tényleg még egyszer óriások vagytok. De hát itt kell, hogy történetek legyenek. Tehát, hogy muszáj, hogy valami történetet kreáljatok mellé, jó? Mert az csak, hogy üzenem, hogy szeretem, az a mesternek azért az kell. Kell a mesternek. Valamivel dolgozni kell. Így van. Na jönnek az üzenetek, egy rövid üzenet, egy rövid dallam, még az ide a hírek előtt. Na, belefér? Jött egy ilyen, hogy dökös művészőrtől kérnék egy számos speciálba Piscinek és a drága szép feleségének. Lindának, aki minden pénzét ráköltötte egy Makita fűnyíróra. Linda elment és vett egy fűnyírót, és hát ezt a Pista és drága szép felesége nem beszélte meg egymással, hogy új fűnyíró legyen. Okay. Jó? Tudunk egy ilyet? De csak egy ilyen kis rövidet, hogy legyen. Legyen idő más üzenetekre is, jó? Oké, okay. Meg vagy, Robikám? Okay. Jó, vízhang ott van, hát csak egy rövidet, akkor hajj. Pista Linda fűnyíró. Pista ja. Linda fűnyíró, drága fűnyíró. Okay. Jó? Ha bár Robin volna benned, de fűnyírozásban király, de háj, tűnj rám. Pisti, ha a fűnyírót megvetted volna, vele Pisti nem bírta volna, jó? A fűnyírót megvetted volna. Nagyon jó. Jó van, Robikám. Na, hát akkor fújjunk egy gyerekek, elmegyünk mi is hírezni reklámozni, aztán jövünk vissza, de hát itt nem lesz sok muzsika, mert hogy Robi zenél végig. Hát úgyhogy... most lesz muzsika. Most lesz muzsika. A valódi zenéknek most abból a szempontból, hogy rádió, hogy a zenéknek ma nem engedünk teret, úgyhogy Robikám, fújjál egyet. Jó, egy rövid cigarett, jöjjön Ádám is a 7-es BMW-vel. Hát az nem is maradhatna ki. Hát azért az hát a legnagyobbakat nem hagyjuk. Melyik számodat imádják a legjobb? A 7-es BMW-s. A Kaposváron. A Kaposváron? Igen. Hát gyerekek, akkor 7-es BMW-vel indulunk a hírek után. Hát azért jött a fehér Merci is, nem? Hogy de figyelünk, de figyelünk. Ott állok mellett, a Balázs kocsi mellett. De leállhattál a garázsba. Hát nekünk soha életünkben nem sikerült. És én a dögös Robi egyszer ide jön az egyszer. Ez tök komoly, hogy a Feri nem áll le a garázsba. Látod, csak érezd magad, érezd magad. Szerintem nem mer leállni, ma a lejtés. És nincs erő a kocsába, hogy ő tudja följönni. Mi? Na jól van. Na, akkor megyünk. Jó van, megyünk egy picit hírezni, jövünk mindjárt jobb. Úgyhogy nem soha senki sem van, mindjárt itt vagyunk a hírek után. 8 perc, pontosan 8 óra. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Óriási kedves. Kárki, Dögös Robi, gyerekek, ennyi üzenet már régen jött a Viberen, az üzenőfalunkon, SMS-ben mindenki próbál speciálba küldeni a szerelmének, az elhagyott feleségének, lánykérés, kibékülés, gyermekkori emlékek, lánybúcsú, tele vagyunk üzeneteket. Dögös művész úr, üzenetünk, Dani megkérte Micikezét nagy cenken. Hát ez csak ennyi, csak egy ilyen kis rövid. Azt mondja, hogy rám törtek az emlékek gyerekkoromban, mikor még Trabival és Ladával mentünk a különböző esküvőkre, sárga húsreves volt, vállalhatatlanul táncoló ruhákban, makonya részegen ültünk, de jó ezeket a zenéket hallgatni. Visszafelé meg hánytam, gyerekkoromban már nem bírtam az alkoholt. De szép emlékek ezek, igen. Éppen dolgoztam, borzalmas kedvem volt, pocsék az időre, Robi zenéje maximálisan buli hangulatot adott a trafikba, a vendégek táncolnak, én pedig nyomatom a zenét, imádlak. A beszerkesztett zenére ez jön, mi ez a szar, remélem csak addig szól, amíg a művész úr elszívja a cigarettáját. Már itt vagyunk. Hogy van már? Vissza az effektet, halló. Effekt, vissza szó? Az effektet. Márja?
Itt vagyok. Ez az. Ez a legjobb. Nincs nagyobb effekt a 21. század. Ez a vízhang. Speciális. És ez kell. Tehát ez a te védjegyed. Ez nem szabad elengedni. Igen. Gyorsan egy közlekedés. Az M3-ason 8 mentő megy kifelé a Szerencs utcánál. Ott valami nagyon nagy baj van. Úgyhogy ha láttok, hallottok, vagy tapasztaltok valamit, küldjetek el. Ez egy komoly baleset lehet. Úgyhogy küldjetek el nekünk. Jó? Németországba is kérnek, de hát figyelj, egyszerűen tele vagyunk. Na, tehát akkor egy slágerrel indítsuk azért mégiscsak a 8 órás megszólásunkat, nem? Hát azért a nagy slágerek csendüljenek föl. Na jöjjön Ádám. Hát azért volt már azért nekem a feltámadt az első. Az volt az első, amit hallottál? Robi, amit hallottam, és már az lenyűgözött. Igen? De azért volt az első dalod? Nem. Kaposváron feltámadt a szél. Hát az nagyon nagy klasszikus. Na jó van, Robikám, hát akkor tiéd a pálya, jó zongora beízítva, csak hogy íze végén. Alapozzuk meg ezt a kis 8 órát. Na, akkor hadd szóljon. Eljön az Ádám, álljon 7-es BMW-be. Csináld az ütemet. Le vagyunk nyugodva. Csináld, Jani, az ütemet. És megcsináld az ütemet. Robikám, a legnagyobb olyan hangulatot csinálsz, hogy az, ami elképesztő. Robi, egy dolgot már nagyon akarunk tudni itt stábon belül. Igen? Hogy igen? Honnan a név, a dögös? Kaptad? Úgy volt, hogy volt egy születésnapi buliba, hát meghívtak egy születésnapi buliba. Imádom. És nem tudom, hogy hát a Balázs, az meg te is, meg a Jani is szerintem emlékszik arra a márkáról, hogy Rocco Farmer. Úgy kaptam anyukámtól, és abban a farmerral, hát abban a cuccal mentem a szülinapra egy nagyon kedves barátomhoz, és beléptem az ajtón. Hát hallod, Robi, te tiszta dögös vagy. És akkor meg is és le. Azóta dögös Robi.
Most ha leülnétek Kaposvárra, vagy keresnétek a rendes nevemben, hogy Horváth József Róbert, nem mondaná meg senki, aki az nem tudom. De Dögös Robi itt lakik. Arra. Arra elvész jobbra, balra, egyenesen, ott lekanyarodsz is ott van. Ez az effektet nem tudom megszokni. Annyira jó, egyet. Annyira imádom, annyira, majd átmegyük. Jól van, Robikám, jössz még vissza a fél óra végén. Jó, fújjatok egyet, egy cigi, egy kávé, pihenjetek. Nekünk van egy bekészített témánk, azt azért megcsináljuk. Csak jó, mert van egy szakértőnk leszervező. És akkor ilyen 25 körül azért úgy érkezésed lenne újra a stúdióban. Jó, egy kis cigi? Itt vagyunk, csináljuk. Egy ital, úgyhogy nyomjátok, jó? Oké, köszönöm szépen. Robikám, köszönjük, csókolunk. Készülj a következő dallal, találd ki, hogy mi legyen, mert még vannak slágerek, vannak kíváncsi. Megvan? Itt van. Memória. Elmentettünk, memória. Fél kilenc után meg teljesítünk néhány kívánságot, jó? Oké. Szevasz, köszi, csáó, elő. Gyerekek, ez az effekt. Itt kéne, így kéne szólnunk nekünk. Tökös effekt. Hát, le kell védetni. Ezt le kell védetni. Na, ugye azért ígértük, hogy fogunk egy kicsit természetesen témázni is, de ha valaki szeretne kívánságot küldeni, akkor megteheti, gyerekek, már így is elképesztő mennyiségű. Tehát az egy tizedét sem tudnánk teljesíteni, hogy... Időm miatt Ricsi és Totó jött el nekünk. Legyetek szerencsések 100 évig, ha beolvassátok. Nagyon. Minden üzemben benne van a speciálba szó. Abszolút. Dögös Robi hazájából, Kaposvából szeretném küldeni a lakis székhez drága szép testvéremnek, az egyetlen profi hegesztőnek, Cahinak, hogy javítsak ki az ultrahanghibá, és speciálban legyetek szerencsések 100 évig. Milán az ultrahangos küldte nekünk, köszönjük szépen. Nagyon jó üzenet ez is. Fadosvára a polgármester úrnak és a drága szép feleségének, akinek a nyakán maradt 2 nap padlizsán, szeretnék egy szép nótát, kérdem, művész úrtól. Nyugtassa meg, főzünk belőle majd pálinkát. Nagyon jó. Nincs szebb rátok, és Dögös Robira ébredni a csúnya esős Angliában, el vagyunk csúszva egy órával, és lemaradtunk a dalkérésről, pedig mindenki angliai magyarkának szerettem volna kérni egy felvidító dalocskát. Balázsokat, boldog születésnapot, nekem vasárnap lesz speciálba. Jó lehetett volna egy boldog szülinapi szám is. Na csók közön otthonra mentünk melózni. Kaptuk ezt is Viberen. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy testvéremnek, Gábornak is küldenék a számot minden összejövetel Robival, sokkor minket speciálban, most volt a 10. házasság évfordulónk, felesége Szabinának Alfa Romeójában. Elköltötte a pénzünket egy kinti grillezős sütögetős kemencére. Nagyon jó lenne most is hallgatni titeket. Jött ez az üzenet is, köszönjük szépen. Zsófi vagyok, Hollandiából, egy paradicsom üvegházban dolgozom, általában csak a kezem jár, a szám mosolyog, mert titeket hallgatlak, na most a lábam sem meg, nyomjátok. Loko, kaptuk SMS-ben, ezt is köszönjük szépen. Kaposvárra szeretném küldeni nagyon jó barátomnak és testvéremnek, Robi bármely slágerét, testvérem, barátom velem együtt elhagyja az országot és költözik vissza Tenerifére. Világjárványmentes delfinekkel ugráló és koktélokban lubickoló életet kívánunk neki. Nagyon nagy mesterek vagytok. Nagyon jó üzenetek jönnek, igen. Istenem, holnap lesz a legjobb barátaim, Barbesz és Lepcsi esküvője, speciálba szeretnénk neki egy kérni egy daltrobitól, és ezzel szeretnénk neki örökké tartó boldogságot kívánni. Üzenem, hogy készüljetek, óriási buli lesz. Ráz a hideg, óriási gyerekek. Miért nincs Robi a Spotify-on? Kérdezi egy másik hallgató. Miért nem vagy Spotify-on? Miért nem vagy Spotify-on? Miért nem vagy, Robi, gyere egy kicsit, szólalj meg. Miért nem vagy valamilyen digitális felületen? Nem akarsz? Még a Facebookon is nehezen lehet téged megtalálni. Hát rejtőzködj. Igen. Rajta van az effekt, rajta van az effekt. Rajta. De miért a Facebookon bujkálsz? Vagy miért nem vagy fönn, mint Dogis Robi? Nem is vagy fönn? Nem, mert jelentette valaki, nem tudom, egy páran, hogy úgy voltam fel, hogy Dogis Robi és Magdika, és az megszűnt az a Facebookom, és itt vagyok fenn, hogy Horváth József Róbert. Hát de miért így? Hát téged Dogis Robiként is nevek. Elvették a Dogis Robi nevet. De van hivatalos oldalam, a Dögös Robi az hivatalos oldal, az is működik minden. De ott Dögös Robi official? Igen. Hát akkor jó, adat a lényeg, hogy ott megtalálunk. Dögös Robi official. Éjjel-nappal. Budapest. Eddig is sok bulid volt, de most készülje. Köszönj el a családtól. Ülj be a kocsiba tesó mellé, és aztán hát igen. Vagy vegyetek egy lakóbusz, mert most figyelj, holnaptól lehet, az lesz. Holnaptól lehet. Robikám nem fog egy lakókocsit is, akkor megy. Persze, mert most lehet gázsit növelni ilyenkor. Persze, hát most meg lehet ezt a koronás időszakot, most meg lehet nyomni. Hát most szinte csak tibolisztok. Igen. Illetve nem a foci meccseken is. Ahogy tudjuk, hogy nem lehet inni viszont. Nincs alkohol. Igen, hát senki nem iszik, persze. Óriási mozgókocsi nárulok Nyíregyházán, külső hangszoron szól a rádió, higgyétek, az egész városátok mulat, Gábor küldte nekem. Köszi, Gábor. Te zenéltél a Gyugyinak is, tényleg valaki? Igen. Komolyan, szülinapon, vagy valahova? Igen. Debrecenben voltunk, jó hiszem, 2012-ben.
És ott volt. Örült neki? Igen, nagyon. De hogy ő kapott téged, ugye? Igen, igen, igen. Neki igen, volt igen, a szülinapja. Robidon szeretnék kérni számot a kaposvári csőszerelő brigádnak, Győri Szesz gyárba, Zsoltinak, Marcinak, Balázskának és Miskának. Ó, de jó. Na, valami dalocskát akkor, egy, megint egy slágert, jó? Mert hogy az, azért abból még van. Ugye, mert hogy a feltámadt a szeret, azt ugye átformáltad, igen, de akkor igen, az ő igen, eredeti formában, és akkor utána majd egy ilyen nagy kollektív üzenet lesz mindenkinek, majd ezeket nem tudjuk egyébként teljesíteni. Tehát, szerintem kellene egy 2-3 nap, hogy... Lehetetlen. Lehetetlen. Igen. Vegyetek egy lakó Audi 6-ost, azt írjuk. Oké, beszélj. Speciális lakóbusz. Na, hát akkor egy dalocskával, Robikám, hát akkor mutasd meg, hogy mit van még, jó? De azért ez az ünnepertnek szóljon, hát, mert ne felejtjük el. Igen, de ne tegyél bele, mert a reggel beletettél, ez most csak a dal. Igen, klasszik okay, legyen. Okay. De ez mindenkinek. Hát akkor ez mindenkinek szól, speciál a Dögös Robitól, nagyon-nagyon sok szeretettel, A-tól Z-ig. Na, érezd az ütemet, ma érezd már az ütemet. Érezd az ütemet, ma érezd már az ütemet. Szeged, hoza, hoza, Szeged. Érd a csupa, papam, csibiribiribirumára. Adjad neki! Sokat a Dögös Robi mondja, hadd szóljon! Te Kaposváron is feltámadt a szél. Még a szövegen nem, hogy egy kicsit hosszítani, hogy Kaposváron feltámadta, mit én az őszi szél. Már nem mesél rólatok, vagy valami. Nem akarod tovább görgetni? Mert megpróbálom. Jó. Ó, de jó volt. Na, a kamionos... Olyan jó, figyeljetek, lehet mondani bármit. A legnagyobb erre ugye van. Így van. Tehát, hogy ez milyen, ilyen, olyan, amolyan, minden buliba ez van. Figyelj, a legnagyobbat erre bulizol. Tehát, ha igazán táncolni akarsz, menni, ropni. És tök jó a hangulata. Abszolút. Most ne, aki erre nem tud táncolni, az ne táncolni. Ah, hát van. Hát, aki erre nem tud, az semmire nem tud. Így tehát, van, hogy erre nem tud bulizni, az valójában, az se, annak mindegy, hogy mi szól. Kamion spanyolból nagyon kellett, ez már a hétvége. Balázsék speciálban remixet is szívesen meghallgatnék. Kosta Miska, Kazi, Robika, Zsülci, delfines csúszás is bele van csúszva, igen. Gyerekek, úristen, imádom bénem pillanatát, már régi kellett volna szállnom a kocsiból, de még mindig itt ülök, és csak várom a számokat egymás után. Az se baj, ha elkésem, Gabi küldte nekünk. Köszönöm. Csinálunk majd akkor 9 óra után egy ilyen speciálban mindenkinek, jó? Jó. Aki üzent, aki válik, aki boldog, aki szomorú, tehát hogy legyen egy ilyen nagy kollektív Dögös Robi üzenet. Igen. Jó, úgy vezetjük föl akkor a 9 óra utáni dalocskát, ami lassan az utolsó között lesz, hogy akkor mindenki, aki kívánt, aki szülinapos, aki igen, szomorú, aki boldog, aki külföldön él, aki itt van. Belföldön, külföldön speciálban egy ilyen nagyon nagy felvezetőt. Itt, bent, mindenhol. Középen, minden. Jó?
Nagyon jó. A gyerekek óriási ritmusra jár még az ujjam, és csak az a baj, hogy éppen számlát írok Ági. Igen, olvashatatlan lesz. Ági küldte nekünk. Jó van, tele van a hétvége is, Robikám, igen, minden? Igen. Ma is megyünk, holnap is, holnap után is. Mindig szülinapba hívnak? Nem. Lagzi, eljegyzés, keresztelő, születésnap, minden. Vállalunk mindent. Persze. Világos. Menni, muszáj menni. Ami jár, az jár. Tehát, és figyelj, és a gyerek is megy már mindig veled, vagy igen, azért ő csak egy-egy bulin ott van, de nem... Kérik. Igen, ilyen, hogyan mondjam neked, ilyen 40 perces fellépésekre. Hát két hete ő csinálta meg a fellépést, én meg ott álltam mellett. Azt a mindent. Az egészet? Az egészet, 40 perces. Az összes nótádat tudja? Igen, mindent. De mi, hogy vágja? Tényleg? Igen. Ő tud billentyűzni is mindent. Nem mondod. Halál komoly. És van kis visszhangja? Van. Ő ugyanezt a visszhangot kéri mindig, akárhova megyünk, és van ilyen stúdiós, meg minden, akkor légy szíves, asztál is be azt a visszhangot, amit apukámnak is. Júj, de jó, hát ebbe bele kell, hát akkor ebbe belehallgatunk a hírek után. Ez nagyon jó, tehát van a nagy dögös Robi visszhang, és van a kis gyerek visszhang. Igen. És ott az utód. A dögös kis dögös. Az utód, hát akkor megvan az utód, hát akkor itt megy tovább a generációt. Igen, szerintem ő neki már megvan a jövője, mert tényleg. Mi a kereszt neved? Hogy hívnak? Robi. Hát ilyen hülyeséget kérdezni, Bori. Hát persze. Egy márka nevet eldobni. És már nyomja a szintit, hát játszik? Most például tegnap este 10 órakor azért nyafogott, hogy apu, kapcsoljunk be szintetizátort a szállodába. Mondom, fiam, nem szabad. Hát mondom, akkor legalább a fűtést. A gyerek. Így van. Valami legyen. Ja, mert szállodába aludtatok tegnap, ugye ezt elmondtad, mert ma reggel nem akartatok már sokat vezetni. És 3-kor kellett volna elindulnunk. Kis Robika még 10 órakor akart volna egy kicsit zenélni. Ne, jó fej. Édesem is mondtad, hogy ne, hát azért végre, végső ébresszük fel a szállodát. Most ott van egy kajak ilyen stúdiós kis szoba, és ott volt olyan éjfélkor csinálta. Csak úgy ott egy finoman, hogy zenélgetett. Balázs, esküszöm, neked nem tanítom. Minden magától, minden. Amint az apjának a vérében és, van, és nem? Tudja az összes lágeret, szöveg, minden. Hát gyerekek, hát ez akcióért kiáll, 9 óra után. 9 évesen a kis Robika meg kell, hogy mutassa, hát, nem? Hát azt nem hagyhatjuk ki. Válasz egyet, Robikám, nyomsz egyet nekünk, jó? 9 óra után, jó? Akkor most tartunk megint egy kicsi szünetet, és akkor 9 óra után úgy jövünk vissza, hogy akkor választunk egy slágert, hát azért az Audit én szívesen meghallgatom még egyszer, nem? Bármelyiket, hát azért itt vannak speciálban nagy dolog. Úgyhogy akkor készüljél egyen, jó? Fater is nyom még azért a nagy kollektív. Te persze, csinálod, persze. De akkor egyet, amelyik a kedvenced, vagy amelyiket a legjobban tudod, akkor elnyomhatod, Robikám. Jó? Na, kicsi okay. Visszhang legyen? Kicsi visszhang. Nem speciál, specike. Specike. Igen. Ő csak specikében nyomja mindenkit. Igen, úgy kellene kitalálni tényleg. Igen. Na jó, hát okay. Akkor ez produkcióért kiállt, úgyhogy akkor ezt mindjárt meghallgatjuk. Jó, fújjatok egyet, és akkor jöttök vissza. Milyen idő lesz a születésnapomon? Holnap azt mondja, kisüte a nap ránk, Ferenc, hogy ilyen... A felhők fölött mindenféleképpen menjél inkább forgatni. Így is úgy dolgozom, úgyhogy teljesen mindegy, hogy lesz. Letervezz kerti partit, mert megásztok. Mondjad, Robikám, benn vagy még benne. Nyugodtan a mikrofonba. Azért nem fogom holnap énekelni a Kaposvár, és feltámadt a szél, hogy legyen egy jó napod, mert szülinap van, nehogy véletlenül szél legyen. Holnap kihagyod. Kihagyod a repertoárba. Igen, nem kihagyom. Rendes gyerek vagy, Robi, ne nyomja, feltámad a szél, akkor milyen szülinapom lesz. Fogsz a szülinapodon. Igen, kis Robika is. Mondjad, Robikám, mit van? Föltámad a nap. Te jó vagytok. A napsüsőre testvére. Szeretlek benneteket. Hát a mindenit. Na jöttök vissza mindjárt, jó? És akkor meghallgatjuk a kis Robikát kicsi speciálbe. De csak specibe. Így van. Milyen idők lesz? Ja, ezt megtámogatjuk, mert elmondhatod, milyen idők lesz. Az időjárás jelentést és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu. Az utazási biztosítások kiinduló pontja. Elmondom nektek, hogy az utazás.hu se kapott még ilyen időjárás jelentést, hogy speciálban holnap nem fog föltámadni a szél. Ugye? Specikébe holnap sütni fog a nap. Amit Robi megígér, az úgy is lesz. Na, hát akkor jövünk mindjárt a kis Robikával, és egy nagy kollektív búcsúüzenettel, ami szól majd mindenkinek, mert egy lehetetlen ennyi kérést teljesíteni, hát felrobbant Viber üzenőfal, minden, nem tudunk ennyi mindent, jó? Úgyhogy egy nagyot kap majd mindenki, jövünk rögtön a hírek után. Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Külső aksi, tartalékbenzin, sátor, két napi hideg élelem. Ti addig vigyázzatok magatokra, amíg nem jövök haza be. Már
már rég itt lehetnék. Tényleg nem lehet, igen. Válaszolom. A különbség Dögös Robiék és a magyar futball válogatott között, hogy Robiék tudnak játszani, kaptuk a sem ismerik. M0-as autóton a 4-es út lehajtójánál az M1-es felé baleset, kamion az árokban, alakul a torlódás, aki tud, kerüljön. Schofield küldte nekünk. De jó volt a Schofieldék. Emlékeztek? A szökés. Az volt az első, amikor az egész első sorozat nagy őrület elindult, az első között volt a szökés. A Schofield testvérek, amikor megszöktek a hátára tetováltatott térképpel. De jó is volt az. Na, oké. Hát akkor gyerekek, hol is hagytuk abba? Hát kiderült, hogy itt mindenki zenél a családban. A kis Dögös Robika is zenél. És már elmondtad, hogy megugrott az Insta oldalad? Most, hogy beszéltünk róla? Igen, igen. Mennyiről mennyire mentél? 96-ról 200... 200 valamennyire. Az igen. Szerintem. És speciálban ott az effekt. Kis Robikának is ott az effekt. Robikának, Robinak nagy kis effekt, Robikának kis specibe kicsi effekt. Így van, specik effekt. Na, mondd meg gyorsan még egyszer az Instának a címét. 96-284. Ez az Insta oldalat, hogy 96-284. Hát nem, de a nevem az Dögös Robika. Dögös Robika. Na figyelj, Robikám, azért mire vége, dalolsz egyet, 500-al lesznek az oldaladon. Megbolondulsz. Ránézel, kimész, most elnyomod a dalt, kimész az erkére, ránézel az oldaladba, és visítva fogsz visszarohanni, hogy mennyien vannak az oldaladon, jó? Mennyit szere? 500-ra pumpáljuk? 1000-re pumpáljuk? Mit csináljunk az oldaladon? Nem tudom. Mennyi? Mi az álom? 1000? Na gyerekek, hallottátok, mi a feladat? Hallottátok? Dögös Robika. Tegyetek boldoggá Robikát, jó? Pakisztániak is bekövethetik. Mint a mágai. Mint a mága szólt, ja. Igen. Amikor megugrott. Melyik a kedvenc dalod, Robika? Mit nyomjunk, Robika? Mit szeretnél? Ezt most te döntesz, hát te vagy most. Most te vagy a király. Te vagy most. Fenébe. Legyen a fenébe. Legyen a fenébe. Jó, hát akkor te is üzensz valakinek speciálba? Szoktad konferálni a dalodat? Vagy csak te úgy nyomod a dalodat? Családomnak és mindenkinek. Azt a mindenségnek. Mindenkinek, aki szereti, ugye? Hát ezt így kell. Na nyomjad, Robikám, meghallgatjuk akkor, jó? Hogy szólt? Legyen a fenébe. És megérkezett. Na, nem akármilyen torta. Ez egy szép kis torta. Hogy milyen szépen van fölírva, hogy olvasd-e? Olvasd-e? Olvasd, de nyugodtan, mi van rajta? Olvasd-e? Olvasd, mi van rajta? A tetejét nézed megfele. Azt a mindenit mekkora torta. Otto. Otto. Jó, de szép. Kaptuk? Csináltatok? Azt a mindenit. Speciálban. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a Pesterzsébetén Nosztalgia cukrászdának. Elképesztően jó fejek voltak benne korán reggel. Akkor itt jentették neked össze ezt a csodálatot. De drágán, hát köszönöm. Tortát, ez ajándék, ez az ő ajándékuk neked. Finom is? Ez nem gyenge. Jó, súgjál, hogy vigyek-e vagy ne. Vigyek. Kacsincsá. A kicsit visszakén helyetted is. Azt tudom, hát az speciálban. Nagyon király. Nagyon király. Köszönjük szépen.
Robikám, ügyes vagy. Nagyon jó vagy. Tudósítsát, hogy áll az Insta oldalad. Jó, nézzél rá, gyorsan, hogy megvan-e az 1000. Dögös Robika? Így, Dögös Robika. Így, igen, jó. Igen. Mindjárt megtaláljuk. Jól van. Na, hát akkor egy búcsúdalocskával? Igen. Robikám, hát ez a pillanat is eljött, hogy egy búcsúdalocskával. Ezt úgy konferáld mindenkinek. A sok üzenet küldőnek, speciálba, külföldön élőknek, Magyarországon, szomorúaknak, vállóknak, házasodóknak, ajándékot kapoknak. Annyi üzenetünk, hogy muszáj egy ilyen nagy kollektívat csinálni. És aztán a dal meg rád van bízve, lehet, hogy egyenleg is akár, vagy egyveleg akár a sok dalból így, amit szeretnél. Jó? Akkor mindenkinek szól ez a szám speciálisan. Nagyon-nagyon sok szeretettel küldeném a drága családomnak, Budapestre, sógoromnak, a Krisztának, a drága hugomnak, a három kis fiának, speciál, akkor Kaposvára, a másik sógoromnak, az Iminek, a Nikinek is, a drága Juliennek, speciál, a drága lányomnak, a Laurámnak, a drága unokámnak, a Laurentnek speciálisan, és Hollandiába speciál szeretném küldeni a drága testvéremnek, a Körmedi Csabinak, a kedves feleségnek, családjának, és Hedrehelyre speciál, a nővéremnek is, az egész családjának speciál. És a rádió egy hallgatóknak. És a Libi lányomnak is, a rádió hallgatóknak. Nagyon-nagyon sok szeretettel. Úgy van! Robikám! És akkor köszöntötted a családot. Igen, és a Csicsák Robinak Budapest, a hadszoljon speciális a családjának. És kegye, Robika. És gyerekek, mindenkinek. Mindenkinek hátorzék, és akinek nem mondtuk a nevét, elnézést kérünk tőlük. Legyenek szerencsések. Utolsó Dögös Robi dal akkor gyerekek. És a live-osoknak speciál, a Facebookosoknak is hadszóljon. És a zsámbékieknek is. Adjátok speciálba, adjátok élőben. Igen, igen. Megy az oldaladon? Igen. Mekkora feleség, megy az oldalon. Az igazi profi. Ennyi. Streameli. És nem utolsó sorban a drága kedves feleségemnek, a Magdikámnak, az életem értelmének, és a drága fiamnak, a Robikának speciálisan. És a Csatos Ricsinek, a billentyűsömnek is a családjának. Ricsi! És a Krupiénak. És akkor nem utolsó sorban a Balázsnak, drága a Ferinek, a Janinak, és mindenkinek, még egyszer a Rádió Egynek speciális, köszönöm szépen a meghívást. Legyetek szerencsések! Robikám, jó nagy a család, azt kell, hogy mondjam. Akkor szép a család a nagy. Így is van, így is van. És akkor nóta mondja. Menni, muszáj menni, családomat eltartani. Te jutja, nem fogok kézen élni, miből fogom Magdikám a Tesco-ba menni. Kedvéreim, sokan vannak, minden kutyák úgy ugatnak. Te hadd ugassanak, én nem bánom, egyszer
Speciálban. Na, hát. Hát gyerekek, így kell születésnapot, hogy látjátok? Este 10-kor ez már elment volna, most még kellett volna az egy kicsit inni. Egy pici drink, de jó lenne most szerintem még egy drinkelni. Szerintem ezt a Balázs soha nem fogja elfelejteni. Ne, biztos. Ne. Hogy a Dögösöm zenét a 43. szüli napján. Ezt így akartuk, Radikán. Az én napom is üres lesz 10 után. És neked mikor lesz a szabad kérdezni? Mikor lesz a szüli napod? Már volt, májusban képzel. És neked Feri, mikor volt? Együtt ünnepeljük. Május 17. Igen. Már mint két tesó, úgy hasonlítunk egymásra. Májusi. De rám majd elég, ha gondoltok. Hozzájönnek szépen. Robikám, na pillancsá az oldaladra. Nézzük már. Nincs Robi. Várjál, hol te? Megnézzük azért az oldalat, aztán elköszönünk, jó? Ott van a szállodában a telefon. Jaj, nincs itt. Mennie kell. Na várjál. Dögös Robika. Robika dögös? Robika de dögös. Csak mondom, hogy 1000 körül vagy. 974. Hát még 26-ot hozzárakunk, mire vége a megszólásnak meg vagy, Robikám. Jó lesz ez. Erre felnyomtuk az oldaladat, jó? Jó így? Jó van. Igen, lassan leválhatsz apádról. Önállósulik. Na jó van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Én köszönöm, Balázska is, megesen, hogy itt lehetünk. És bármikor van, nyugodtan hívjatok, és itt vagyunk. Világos. Hát itt ez az effekt, hát ezt nem tudom megszokni, annyira jó ez a visszhang. Robikám, csókoltatjuk a családot, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Mindenki pakolgassatok. Még egyszer boldog születésnapot kívánok neked, és ígérem, nem énekelem ma, meg holnap a Kaposvár is feltámadt a szél, hogy legyen egy nagyon boldog szülinap. De nehogy megverjenek a buliba. Nem, meg fogom mondani, most behajtani tilos van, úgyhogy most nem énekelem, gyerekek, mert egy nagyon fontos embernek van a szülinap, és nem akarom elrontani neki a szülinapját. Robikám, imádlak. Köszönöm szépen, csókoltatunk mellettek ezt nagyon-nagyon szépen. Sziasztok, Dögös Robinak, köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Jaj, köszönjük! Kicsi Robikám, mondom, túllépted az 1000-et, 1051-nél vagy, úgyhogy ez még pörögni fog egy ideig. Már látjuk az új számokat, küldik nekünk, 1051-en vagy most jelen pillanatban, úgyhogy így állsz, jó? Csak még egyszer köszönöm szépen, Balázs és Robikám, legyetek szerencsések egy életen át. Szevasztok, puszi, szevasztok. Speciál. Oké. Köszi, vigyázz magad. Szevasz Robikám, köszönjük szépen. Ciao, hello. Gyerekek, ez az effekt, hát ez egyszer megszok. De jó, hogy rátettük még ezt a kis effektet. Na jó van. Soha nem volt még ilyen ciki az adást hangosan hallgatni, de imádom. Figyelj, meghaltam gyerekek, rovatod neki, imádom, úristen, már több mint 1000 követőnél vagy, nagyon még jó. A kis Kevinkének küldtem volna egyet. Úristen, SoundCloud-ra tegyetek föl mindent, hallgatni akarom. Ha Isten, de Balázs, ütemet mondott a Robi, igen, ott egy picit mellé szaladtam. Nem akartam rálépni, hát ne legyen baja, igen. Hoztad csak. Igen. Na jó van, játszunk egyet, jó? Mert hogy közben nekünk azért még van egy játékunk, amit lejátszunk. Ti szépen halkan itt pakolgassatok, bontsatok, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello! Ciao! Hello, ciao! Hogy hívnak? Martin vagyok. Martinkám, hello! Speciálba akarsz játszani? Speciálba. Jó, speciálba. Minden nap Robit akarjuk 5000.